Kedves nézőink, folytatjuk ezt az előzőleg megkezdett témát. Székely Sándort köszöntöm. Igen, a Szolidaritás Mozgalom vezetőt és Kák Előt, aki hát Csepelen próbálkozik majd több mint valószínűleg megküzdeni a választók bizalmáért. De hogy akkor mi van a csepeli hívvel? Mert nem teljesen világos ez a történet, nem tudom kikezdni. Hogy mert ez... Oké, tehát hogy abban az a furcsa, hogy a Csepel az Budapest közigazgatási határain belül van, hiszen így alakult. És akkor hogyan fog én a Csepel akarok menni hívvel közlekedni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye valószínűleg ugyanazzal a hívvel, csak az a kérdés, hogy ugyanazzal a bérlettele. Tehát ugye most és hogy ez mennyibe fog kerülni, és hogy ez most ez egy vármegye bérlet lesz-e, vagy és egy kiegészítő jegy kell hozzá, vagy még egy, tehát ugye ezt senki nem tudja jelen pillanatban, és teljes az őrület, és szerintem borzasztó cinikus ez a hozzáállása ennek a magyar politikai életnek, hogy tényleg hát így is elég sok baja van a mindenkinek, hát itt gazdasági válság, Covid, háború, tehát mindent, amit el lehet képzelni, az van, és akkor a politikusok ahelyett, hogy itt megkönnyítenék az emberek dolgát, itt arról hallom most már hetek óta, hogy hogyan lesz ez bonyolultabb, meg hogyan lesz ez drágább, és hogy ez egy őrület. Úgyhogy azért is mondtuk azt, hogy mi egyetértünk a Vitézi Dáviddal abban, hogy tessenek leülni egy szobában, és addig ne tessenek onnan kijönni, amíg nincsen megoldása erre, mert tényleg egyszerűen nem is tartozik az emberekre ez a vita. Az emberekre az tartozik, hogy minél olcsóbban, minél jobb szolgáltatást kapjanak, minél egyszerűbben. Aztán, hogy lesz Csepelen, szerintem mondja el a Károly, aki polgármester jelölt ott Csepelen, akit többek között mi is támogatunk. Mindeközben ugye ott élnek a Csepelen nem kevesen, és ők mit mondanak ilyenkor, hogy üljek be az autómba, és menjek el azzal a bekötő útra, ami hát igen, csak meg van terhelve, vagy mire szálljuk egyáltalán? Tehát tartanak ez ettől a helyzettől Csepelen? Nem hinném, hogy a csepelieknek külön oktatást kéne tartani arról, hogy megtanítsák őket repülni. Nekik joguk van ahhoz, hogy ezzel a hívvel utazzanak. Ez a hív több mint 80 éve közlekedik, ott, ahol közlekedik. Igaz, hogy 50 éve úgy néz ki, mint ahogy ma. De ettől még joguk van hozzá. És az egy nonsens dolog, hogyha arról beszélünk, hogy a csepeli hív, hogy a Boráros térre érkezik, illetve onnan indul Csepelre. A Boráros tér, akár fogalmazhatunk így is, hogy az a belváros. És érkezik Csepelre, Csepel belvárosába. A közigazgatási határ onnan még irtózatos messze van. Csepelen közel 70 ezer ember él. 70 ezer emberről beszélünk, 70 ezer ember utazási lehetőségeiről. Onnan munkába járnak az emberek, mert Csepelen ugye megszűnt a gyár, ahol valamikor 28 ezeren dolgoznak, ma jó a 7 ezeren. De ezeknek az embereknek el kell érni a munkahelyüket. A Weiss-Manfred út, leánykori nevén ugye Szabadkikötő út, reggel olyan dugóknak van kitéve a vasúti átjáró és az arra terelt forgalom miatt, hogy autóval közlekedni, az külön mutatvány. Ha most még a hívet is ilyen módon megterheljük egy ilyen zagyvasággal, hirtelen nem tudok mást mondani, akkor ez katasztrófa. És tegyük hozzá, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Tököl, Halásztelek, több mint 100 000 emberről beszélünk. Ez nem játék. A politika nem játszhat világos, az emberek életében. Azt szeretném viszont kérdezni, ha már mint polgármester jelöltet is kérdezhetem, hogy milyen típusú politikai mozgások láthatok most a kerületben? És megmondom, miért kérdezem, ugye. Van egy jelenlegi városvezetés, amelyik szemmeláthatóan elvesztette a kormánypárt bizalmát, de ettől függetlenül nyilvánvalóan Borbély Lenárd úgy gondolja, hogy újból elindul. Ebben az ellenzék nem tudni jelen pillanatban, hogy az úgynevezett ellenzék, az összefogás. A parlamenti ellenzék, hogy ők miben gondolkodnak, hogy csak azért is, hogy kitoljanak a kormánypártól, azt mondják, hogy na jó, hallgatólag most tök mindegy, beállunk Borbély Lénár mögé, vagy valaki más jelölünk, vagy itt mi van most?
Hát egyelőre sok minden látszik, illetve egyáltalán nem látszik néha semmi. Az egyik része, hogy a jelenlegi polgármester alakított egy egyesületet, először független, aztán az egyesület nevében, vagyis az egyesület jelöltjeként, aminek egyébként ő az elnöke, egyben polgármester is, meg polgármester jelölt is. Van az úgynevezett ellenzék, az látszik, vagy ezt láttatják, hogy mintha összeállna ez a csapat, de egyelőre megy a vívás a Momentum DK között. Van a DK-nak polgármester jelöltje, van a Momentumnak polgármester jelöltje, de az a kommunikálják a nyilvánosság felé, hogy mi együtt vagyunk, MSZP, DK, Momentum. Hát egyelőre ennyit tudok mondani, meg vagyok én. Ezen mindenen kívül, hát meglátjuk. Én továbbra is azt mondom, hogy egy visszakanyarodva, hogy Csepelnek hallatnia kell a hangját a hévügyében. És én azt mondom, hogy Csepelnek zúgnia kell ennek a hangnak, úgy, hogy a Váci út erre felelni tudjon, és feleljen is, és meg kell, hogy hallják ezt azok a döntéshozók a Városháza téren is, meg a Karmelitában is, mindenféleképpen itt embereknek a, hogy mondjam, az életéről beszélünk, életlehetőség. Világos. És a szolidaritás mozgalom mi mindent tud tenni, akár most ebben az ügyben, vagy akár minden más olyan problémásabb városrész, vagy település ügyében, ahol bizony meg kell mozgatni a közéletet és a választókat. Hát ugye, most kampány van, tehát ugye itt most önkormányzati választások jönnek, most, ha, tehát ugye ez egy kicsit más helyzet, mint amikor nincs ilyen. Tehát ugye ennek két tága van. Egyrészt ott kell lenni helyben az emberekkel, és ez ugye általában ez kampányhelyzeten kívül is, igenis protezsálni kell akár tömegtüntetést, vagy tüntetést, vagy megmozdulásokat kell szervezni, hogy a drága politikusok érezzék, hogy azért ez nem úgy van, hogy ők csak itt össze-vissza csinálnak bolondságot, hogy senki nem figyel rá. Tehát ugye ezt jelezni kell, tehát ki kell állni az emberekért, és főleg az ilyen helyi ügyekben, ugye ott kell lenni a helyi civil szervezetekkel, a helyi emberekkel, és ott ezt szervezni kell, hogy az emberek is érezzék, hogy itt van ellenállás. A másik az, amit politikailag tudunk most tenni, hogy ugye most mi az elmúlt másfél évben sok kerületben, tehát Budapest több mint a felében különböző civil szervezetekkel, politikusokkal el fogunk tudni indulni. Tehát építettünk egy ilyen szövetséget, valószínűleg lesz listánk is. És amit még tudunk tenni, az például az politikailag, hogy például azt mondjuk, hogy mi el tudjuk képzelni az együttműködést Vitézi Dáviddal is, itt az önkormányzati választásokon, mert úgy látjuk, hogy ő is azt mondja sok szempontból, amit mi, hogy a politikai pártokat ki kéne venni az önkormányzati működésből, mert egész egyszerűen csak a baj van. Nem lehet egy ügyet megoldani, mert azonnal politikai púrparlé van belőle, és nem az ügyel foglalkozunk, hanem hogy ki hogy jön ki aznap belőle, hogy mi lesz az emberekkel, az teljesen érdektelen. Tehát ezt ki kell venni, ebben is egyetértünk, és a közlekedési ügyekben is úgy tűnik, hogy egyetértünk. Nyilván vannak még más ügyek is, ezeket, ha majd lesz rá lehetőségünk, akkor meg kell beszélnünk. Tehát, hogy egy olyan politikai alternatívát kell fölkínálni, ami kívül van azon, amit az elmúlt 30 évben, tehát én nem is erre az elmúlt 4,5 évről beszélek, ami az elmúlt 33 évben azt okozta, hogy Budapesten alig történt valami. Tehát 33 év alatt akár egy országot föl lehet építeni. Na most Budapesten sajnos ennél jóval kevesebb dolog történt. És hát ahogy elnézünk, csak visszalépünk. Tehát most ott tartunk, hogy ilyen például egy 80 évvel működő dolgot is elkezdtünk visszaépíteni, ami azért nagyon túlzás. És tehát mi azt tudjuk mondani, hogy egy másik alternatívát tudunk fölmutatni az embereknek. Világos. Az önkormányzati választásokra. Végezetül Csepelen polgármesterről kipipálva, képviselőjelöltek, összeállt már egy népsor? Alakul. Vannak jelöltjeink. És alakul, a körzetek felébe megvagyunk, és mindenkit neki, hogy nyugtassunk, hogy minden körzetben lesz jelölt. Jó, ezt akartam kérdezni, alakul. Nem terítjük ki. Politikus válasz természetesen. Jó, értettem. Milyen lesz ez a Csepel, ahol esetleg a szolidaritásnak, vagy a szolidaritás jelöltjének nagyobb befolyása lehet. Jó. Élhető.
virágzó. Olyan hely, ahol érdemes lakni, ahol munkát lehet találni. Én azt az alternatívát tudom a szolidaritás mozgalommal felkínálni, hogy mi nem csak beszélünk, mi teszünk azért, hogy ott munkahelyek legyenek, az önkormányzati üresen álló lakások használhatóak legyenek, az üresen álló bérleményeket a vállalkozók használni tudják, és ne kiköltözzenek belőle. Mert mostanában ez zajlik Csepelen. Elhagyják. Kiköltöznek a vállalkozók, a szolgáltatók, fodrászok, műkörmös, stb. Egy olyan épületből, ami 40 éve ott áll, és elhanyagolták. És ki kell költözniük, mert használhatatlan az épület. Se fűtés, se semmi. Beázás van. És megy tönkre minden. Ez így nem működőképes. Az önkormányzat cégeit úgy kell működtetni, hogy azok ne költséget vigyenek, hanem hasznot termeljenek, amit utána vissza lehet forgatni oda, ahova szükséges, akár az egészségügyi ellátásba, akár az utakra, akár az önkormányzat intézményeinek a fenntartására. Hát érdemes lesz nyomon követni akár a Csepelő, akár más településeken is az eseményeket, úgyhogy sok sikert kívánok Székely Sándornak is, Kálkárolynak is, meg a Szolidaritás Mozgalomnak is, és hát természetesen fenyegetésképp mondom, visszavárjuk. Köszönöm szépen! Kedves nézzék, most híradó jön, a híradó után természetesen újból élőben jelentkezünk a Pirkadattal, addig is a legjobbakat!